Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban folytatjuk azt a sorozatot, amelyben Székesfehérvár sportlegendáit mutatjuk be. Olyan sportlegendákat, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ezt a várost ne csak a gazdaság és a kultúra városaként emlegessék, a királyok városaként, hanem a sportvárosaként is. Vendégem Siti Bea. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Minden idők legeredményesebb magyar kézilabdázója. Azt hiszem, hogy ezt nem kell külön taglalni. Természetesen fogunk beszélgetni az Európa-bajnoki, a világbajnoki, az olimpiai sikerekről, az EHF kupákról, kupagyőztesek Európa kupákról, magyar bajnokságokról, mindarról, ami a pályafutásodat kísérte, a jelenről is szó esik nyilvánvaló. De először én azt mondom, hogy menjünk el, nézzük meg a kicsi Siti Beát, aki akkor valóban kicsi volt, menjünk el Nagykanizsára, és nézzük meg, hogy egy kicsi lány miként ismerkedik meg azzal a sportággal, ami aztán majd végigkíséri az életét. Hát nem tudom, ahogy a szüleim mesélték annó, én már babakocsis koromban ott voltam a pálya mellett, hiszen a családban volt kézilabdás, édesanyámnak az öccse és a húga is kézilabdát választotta, és elvileg engem már ott tologattak a pálya mellett. Aztán az első kép, ahol kézilabdapályán látszódom, az még az óvis időszakom. Csináltak ott a pályára egy pici, az óvoda mellé egy pici betonos pályát, és akkor én ott nagyon ott védekező pozícióban lettem megörökítve. Aztán valahogy nyilván eleven gyerekek voltunk, hiszen én egy három gyerekes családban nőttem fel, és aztán úgy hozta édesapám révén, aki alapvetően nagyon sport szerető ember a mai napig, hogy akkor menjünk sporttagozatos iskolába. És akkor elkezdtem gyakorlatilag egy általános képzést kaptam, ami aztán negyedik osztályos koromban vált igazából kézilabda specifikussá. És azt így jöttek, tehát hogy ez nem volt megtervezve, nem volt egy ilyen szülők által erőltetett dolog, hogy már pedig te kézilabdás leszel, már pedig neked ezt kell csinálnod, majd válogatott, meg ilyen-olyan eredmények. Nem. Nekem ezt hál' Isten egy ilyen óriási szerelem ez a sport, hogy tényleg így alakult gyakorlatilag szerelem. Melós is voltam biztos, tehát mindig abban hittem, hogy azért a siker az nem jön csak úgy magától. Aztán képes voltam, és a mai napig képes vagyok a komfortzónán kívül tenni magamat, de közben meg óriási szerencsém volt, tehát hogy nagyon jó helyen voltam, jó edzőkkel, jó csapattársakkal körbevéve. Én ilyen szerencsés vagyok ebből a szempontból, azt hiszem. Tehát a tehetség és a szorgalom kézen fogva járt. Nyilván ez kellett ahhoz, hogy a későbbiekben ilyen eredményeket érhess el. Ki volt az a mestered, aki először fedezte fel, hogy sokkal több van benned? Hiszen tudjuk, hogy a nagykanizsai időszakban minden korosztályban játszottál. És ahhoz pedig idejekorán ki kell derülnie, hogy tehetséges, és ráadásul teherbíró, ha úgy tetszik, egy kicsi lány. Hát nekem az egyik legfontosabb mérföldkövem az első edzőm, Uzsóki Laci bácsi. Azt hiszem, hogy neki rengeteget köszönhetek abban, hogy az utam úgy alakult, ahogy. 5 évig volt a nevelőedzőm. Mellette nyilván a testnevelő tanárom, mert tehát ahogy elindultam, az gyakorlatilag a család, az iskola és a klub vett így körbe. És a testnevelő tanárom a Lezsek Győző bácsi, tehát ő, illetve az Uzsóki Laci bácsi volt az, akik így burokban tartottak a legelején. Aztán utána a következő komoly állomásom az már az újvárosi időszak, ahol azt hiszem, hogy egy tehetséges fiatal játékosból váltam egy standard tudású felnőtt játékossá, és ez alapvetően én a Zsiga Gyula nevét szeretném mindenképpen kiemelni, mert azt hiszem, hogy tényleg a vele töltött évek jelentették azt, hogy felnőtt mezőnyben is stabilan megállom a helyemet. Ugye akkor még nagyon fiatal voltál, mondhatjuk, és olvasom a visszaemlékezéseidben, hogy Kocsis Bobék kerestek meg, aztán végül is a Dunai Várost választottad, a Dunafert, hiszen tudjuk, hogy akkor specializálódtak a városok is, és mindenütt volt egy-egy bizonyos nagyon komoly műhely.
Dunaújváros is egy nagyon komoly műhely lett. Nem véletlen, hogy gyorsan bajnokságokat nyertetek, kupát nyertetek, illetve ott még nem kupát, viszont keket nyertél, kupagyőztesek Európa kupáját a Dunaújvároson. Milyen volt az a közeg? Hiszen zseniális játékosok hada játszott Dunaújvárosban. Emlékszem, még Fehérvárról mi is jártunk Dunaújváros meccsekre. Hát abszolút, nekem ez a... Ugye a pályafutásomon belül az újvárosi időszak gyakorlatilag nekem mindig a kézilabdás otthonom. Tehát 92-ben kerültem oda, gyakorlatilag akkor érettségiztem, és akkor aztán akkor negyedik volt a csapat, vagy valahogy így. Tehát akkor még nem a top-top kategória volt, de aztán elkezdtek építkezni, és tényleg a Mexanikó, a Kocsisböbe, a Mátyás Guszta, tehát azért ott elég komoly játékosok, aztán megérkezett a német Hága, a Delirita. Tehát ott... Farkasandi, Radulovics. Abszolút, tehát ez egy nagyon komoly építkezés volt, aminek végül is a csúcsa a BL győzelmünk, de közben a 95-ös keg győzelem az volt az első nemzetközi kupa siker, és aztán tényleg úgy belevitte magát a csapat ebbe a folyamatos pozitív irányú változással az eredményekbe, és ez nem csak a nemzetközi kupában, hanem a magyar bajnokságban is egyértelművé tette a helyzetünket, illetve a helyezésünket. Úgyhogy nekem ez egy abszolút, tehát az a lenyéra. Tehát nekem az életem csapata, a legkomolyabb sikereim, a klub, mint összetartó közeg, hiszen volt egy időszak, amikor tényleg az összes csapatsportág bajnokságot nyert. Az olyan hihetetlen erőt adott nekünk, ahogy egymás mérkőzései kiárva támogattuk. És gyorsan bemutatkoztál a válogatottban is, ne feledhetjük ezt a Macedónia meccset, nyilván nem felejted, de a következő évben egy magyar-osztrák rendezésű VB-n döntőt játszani, az egy csoda. Hát ennek az volt az előtörténete, ha kiegészítetlek, hogy 95-ben a Laurenc Laci bácsi lett nekünk a kvázi a szakmai igazgatónk, mert akkor hivatalosan nem vállalhatott ugye edzői szerepet a szövetségi kapitány, és akkor megnyertük májusban a kekket, és akkor odajött hozzám Laci bácsi, megfogta a vállamat, és akkor mondta, hogy na hát, hogyha valaki ilyen teljesítményt tud nyújtani klubszinten, akkor úgy gondolom, hogy helye lehet a válogatottban. És ez ugye hát akkor voltam 22 éves, és tényleg így is lett. Tehát utána hívott be először a válogatottban, aztán sikerült is bennmaradnom a világversenyre szűkített keretben is, úgyhogy ez egy hatalmas élmény volt. Ugye ne feledjük, a posztodból adódóan egy rendkívül poszt, tehát irányítóként rendkívüli a felelősséged is. Hogy sikerült ezt a felelősséget világszintre emelni? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, abban a csapatban remek játékosok voltak, viszont az irányítón mindig nagyon sok múlik. Hát ezt nem tudom, én valahogy ezt így sosem vettem magamra ezt a terhet. Tehát, hogy így mindig megpróbáltam csinálni a kis dolgomat. Megpróbáltam persze, amire felkészítettek minket bevinni a pályára, azért nagyon komoly átlövők voltak mellettem. Én a Böbétől, a Kocsis Böbétől nagyon sokat tanultam az elején, de nyilván az átlövőkkel, tehát azért volt ilyen, hogy most ennyi túlzásod, de számoltam, hogy most balra hány labdát készítettem, meg jobbra hány labdát készítettem, hogy egyensúlyban legyen a két oldal, de nyilván nem, csak folyamatosan, tehát hagytam, hogy segítsenek, és én is segítettem őket. És igazából ezt, ami súly nehezedett rám, az nyilván az edzőnek való megfelelés és elvárás, hiszen az ő dolgait nekem kellett kézbe tartani a pályán, de valahogy ez nekem nem volt teher. A Dunaújváros szárnyalás viszont nem is lehetett teher, hiszen szárnyaltatok valósággal. Abszolút. Abban az időszakban, és jött a 96-os jubileumi olimpia. Ugye? Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkivel beszéltem, Atlantát nem felejti senki a magyar sportolók között, aki ott lehetett. Viszont ti sem, hiszen először juthatott el a kézilabda válogatott az elődöntőbe, ahol sajnos megint Dél-Koreával játszottatok. Az a bronz viszont megerősítést jelentett?
Abszolút. Abszolút, mert azért azt tudjuk, hogy tehát tényleg, ahogy mondod, kijutni az olimpiára. Tehát az egy olyan felemelő, az ember azt se tudja az elején, hogy húha, most azért kézilabdára is kéne figyelni, mert annyi inger ér, és annyira meg akarod élni, hogy ott vagy, és látsz tényleg hihetetlen sportolókat, eljutsz világversenyekre, illetve adott versenyre, ahova máskor nem. És ez tényleg így ingerhegyek napi szinten, de azért a Laci bácsi az elég keményen megpróbált minket úgy fókuszban és egyenesben tartani, hogy már pedig nem véletlenül vagyunk itt. És az, hogy a végén tehát ez most persze szűkíthetjük az olimpiára, de bármilyen világversenyen az utolsó csatádat megnyerni, az mindenképpen jó. És adott esetben mondjuk nem biztos, hogy szerencsés, de össze tudom hasonlítani, hogy mondjuk egy döntőt elveszíteni, és ezüstérem, vagy egy harmadik helyet megnyerni, és bronzérem, azért úgy az egy más lelki állapot. Ugyanakkor folyamatos volt a csapat fejlődése, tetten érhető volt a következő években, hiszen a szuperkupa győzelem az önmagáért beszél mindenképpen. És utána nyilvánvaló, hogy a Bajnokok Ligája győzelem pedig az mindenek feletti. Én azt gondolom, hogy aki egy ilyen sportágban, egy ilyen csapatsportágban, ahol azért a dán-norvég fölény akkor már kezdett kirajzolódni, ilyen eredményeket ér el, az abszolút pozitív. Tehát ugyanez ez az út, ez folyamatos volt számodra is? Tehát nem voltak nehézségek? Csak tartani kellett azt a szintet, ami persze nem könnyű. Folyamatosan volt nehézség, folyamatosan volt kevésbé sikerült mérkőzés. Mondjuk az újvárosi csapat, az szerencsére volt annyira erős, hogy ha mondjuk nekem személy szerint nem is sikerült úgy az egyéni teljesítményem, de azért a csapatban mindig volt 3-4 olyan meghatározó jó teljesítmény minden mérkőzésen, ami tovább tudott vinni minket egy adott esetben egy komolyabb kudarcon. Tehát nem ültünk bele jellemzően, ennek ellenére nem tudom azt mondani, hogy nem volt nehéz időszakunk. Persze volt, melyik csapatnak nincs. Azért nem arról szól az életünk, hogy egyszer feljutunk a csúcsra, és akkor szépen csücsülünk még, hanem tényleg napi szinten meg kellett újulnunk, és ebbe volt kevésbé jól és jól sikerült mérkőzés. Nyilván ez azért a kettős versenyeztetésünk abból a szempontból, hogy megállni a bajnokságban a helyünket, a BL, akkor ugye még BL-ben a helyünket, adott esetben Magyar Kupában. Tehát folyamatosan azért osztozni kellett a terheléseket, meg kellett tudni oldani. Valahogy megcsináltuk, most már ezt ne kérdezd, hogy hogyan, de valahogy a csapatnak volt annyi ereje, hogy így belülről folyamatosan tudtuk egymást támogatni. A folyamatos sikerek záloga mindenképpen a népszerűség is nőtt, és ez a csúcsára hágott a különböző győzelmek után. Viszont óvatatlanul is azt vártuk mi Sydneyben, a döntőben, főleg a nem is tudom hány góllal vezettetek már. Ez a pályafutásod egyik legnagyobb csalódása? Mert szurkolóként mi azt mondjuk, hogy azóta sem kaptunk választ, hogy fordulhat elő ilyen. Ugye? Hát tőlem sem fogtok. És sem fogom tudni elmagyarázni, hogy ez hogyan alakult. Nagyon ambivalens. Tehát, hogy most ugye már eltelt, Atya Úristen, nagyon sok év. Látjátok, érzékeljük, hogy nem is olyan egyszerű kijutni. Tehát már az nem egy odaadott ajándék. Ott lenni, megélni, 30-40 percen keresztül el se hinni, hogy Úristen, ez a miénk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Aztán utána negyed óra alatt gyakorlatilag a Forró vizet a kopaszra című történet szereplőinek érzed magadat. Nagyon nehéz. Borzasztó nehéz. Egyébként valószínűleg, hogy pont ez az élmény, meg utána az idegen légióskodásom Dániában juttatott el arra a pontra, hogy egy picit könnyebb már megélni, és nem kudarcként kezelni, mert azt hiszem,
hogy nagyon rosszul élném meg a sportot, hogyha azt mondanám magamról, hogy olimpiai ezüstérmesként én csődöt vallottam. Ráadásul ugye az Európa-bajnoki címről nem is beszéltünk, hiszen Romániát legyőzve 2000-ben Európa-bajnokok lettetek. Igen, hát ez az olimpia éve ugye, és viszonylag rövid idő volt a két világverseny között. Nyilván azt hiszem, hogy az olimpia mellett nekem az a legkedvesebb élményem a válogatott szempontjából, hogy ott az Európa-bajnokságon mi álltunk a dobogó tetején. Menjünk el a hűvös éjszakra. Jött egy ajánlat, amit elfogadtál, és az IKAS-ban folytattad a pályafutásodat 2001-től, ami ma is egy húzó név a női kézilabdában mindenképpen, hiszen tudjuk, hogy folyamatos ott vannak az élcsoportban, az európai szinten természetesen. Milyen volt a dán légióskodás? Hát nagyon nagy élmény, így utólag el kell mondanom, hogy ugye gyakorlatilag ez az olimpiai éve, amikor tehát lejátszottuk az olimpiai döntőt, és én egy héten belül utaztam Dániába. Nagyon sokat nem is találkoztam a csapattal, hiszen nyári felkészülés, stb. Én ugye előtte 9 évet lehúztam Újvárosban, mindent megnyertünk a csapattal, amit lehetett, és valahol én nagyon irigykedtem, ennek ellenére, hogy ilyen sikeresnek mondhattuk magunkat, én nagyon irigykedtem a dánokra, akik addigra már kétszeres olimpiai bajnokok voltak, hogy basszus, de jó mosolyogva játszanak. Uh-huh. Irigykedtem, meg úgy ki is voltam borulva rájuk, hogy az arrogáns nagyképűek, hogy lehet ilyen mosolyogva játszani, hogy küzdeni kell. Tehát, hogy így nehezen tudtam elképzelni, hogy ezt hogyan tudják ők a pályára vinni, mi kell ehhez. És én nekem óriási kihívás volt, gyakorlatilag egy teljesen kész, hiszen Magyarországon akkor elismert játékos voltam, amikor meg ugye kiérkeztem Dániába, akkor kezdtem mindent az elejéről, és nem számított, hogy itthon mit, meg a válogatottam, mit, hogyan csináltam. Nekem ott kellett újra megmutatnom és felépítenem magam, hogy én vagyok. És ez egy nagyon komoly feladat volt számomra. Kézilabdás szempontból azt kell mondjam, hogy nem könnyű időszak, és nem is a karrierem csúcsa. Attól függetlenül, hogy az IKAS-tal is dán kupát nyertünk. És bajnokságot is, így van. Meg EHF-et, de mint én, mint aki saját magam, amit hozzá tud tenni egy csapat életéhez vagy sikeréhez, abból a szempontból én sokkal kevesebbet tudtam vállalni, mint mondjuk a Dunai Városban betöltött szerepem. És ezért ez egy nagyon érdekes tapasztalat nekem, az az ott töltött 2 év, de az életbe, a sporthoz, a sikerhez, a kudarchoz való hozzáállásomat, a mindennapjaimnak a felfogását, azt hiszem, hogy nagyon intenzíven befolyásolta, és hálás vagyok a sorsnak, hogy ott lehettem közöttük, és sok-sok mindent átadtak nekem. Tehát amikor megérkezik egy varázslatos ifjú hölgy Dániába, egy jó csapathoz, meg annyi sikerrel a háta mögött, hogy fogadják? Nagyon kedvesen. Borzasztó nyitottan, de a nyitottság az felszín. És aztán, mert azért a dánok azok nem egy ilyen nagyon könnyen nyitós, vagy szerintem jellemzően az északiak, de úgy elkezdesz velük dolgozni. Tehát mondom, ugye a felszínen megvan a mosoly, de az csak úgy a felszín, ott még nem érzed, hogy benne vagy igazából a rendszerükbe. És amikor én oda kerültem, akkor ugye a Grittyurákkal, a Sesti Greenivel, tehát ott egy picit volt svéd kapusunk, tehát egy picit ilyen nemzetközibbé vált a csapat, nem csak dán játékosok szerepeltek. És akkor persze, mint amikor szokták volt mondani, hogy azért nem feltétlenül a 20-40 méteren születik a csapat, hanem elmentünk, igenis volt rengeteg közös idő, szórakozás, csapatépítő. És amikor az ember így érzi, hogy szép lassan befogadják, nyilván elsősorban a 20-40 méteren letett teljesítményed az asztalon, az, ami számít erre, amire azt mondod, hogy egy idő után birtoklod a bizalmukat, vagy hisznek benned, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy befogadjanak, de azt hiszem, hogy mire eljutottam addig, hogy
eljövök, addigra azt gondolom, hogy nagyon őszinte barátságokat sikerült kiépíteni az alatt a két év alatt. Érlelődött benned, hogy hazatérj? Igen. Hála Istennek mondhatom én, mert most már tényleg hazajöttünk Székesfehérvárra. Mennyit számított, hogy Zsiga Gyula volt a mester itt a Cornexiben? Hát alapvetően meghatározta. Illetve azt a részét, hogy, mert azt eldöntöttem, hogy hazajövök. Tehát az biztos volt, hogy oké, Dánia, megnéztem, tök jó, tanultam egy csomót, de hogy nem maradok tovább. És akkor, hogy hova haza? És ugye akkor került, vagy akkor már itt volt a Gyula egy éve, ezt most nem is tudom. Talán igen. Vagy egy időbe kerültünk ide, nem tudom. Igen. És akkor nekem nyilván, amit már korábban beszéltünk, hogy amikor Újvárosban fiatal játékos tehetségből standard felnőtt, és nekem abban a Gyula volt a kulcs szerep, úgy gondoltam, hogy na most, hogyha meg kell újulnom, és újra meg kell találnom azt a sitibát, akit egy picit valahol mindezek ellenére, amit meséltem Dániáról, meg ez valószínűleg már utólag összegződött így le. Nekem ő volt a kulcs ahhoz, hogy vissza tudjam magam építeni, hogy újra azt érezzem magamban, mint amikor én kimentem annó, és ehhez úgy gondolom, hogy én ragaszkodtam a Gyula személyéhez. És jött az a csodálatos EHF kupa menetelés. Azóta sem, és szerintem soha többé nem fordul elő, hogy a EHF kupában a négy között, ugye a Dán Viborg, a másik sztárcsapat, az akkori Dán sztárcsapat, és a Győr, Fradi és Cornexi a négy között. Igen. Már az elődöntőbe jutás is nagyszerű eredmény volt, a döntőbe jutás elképzelhetetlennek tűnt. Ami a döntőben viszont történt, az önmaga a csoda, mint tudjuk, hiszen 6 gólos hátrányból EHF kupa győztes lett itthon. 2500 néző előtt, én nem is tudom, hogy sikerült beférni, de a lényeg, hogy egy csoda győzelem volt 9 góllal. Abszolút. És abban én azt gondolom, hogy mindenki, tehát Sugár, Balogh, Kordjuk, Sitibe, a Tápai Szabina, Kenyeres Fanni, csoda volt az a nap. Abszolút, hát ez már nem a Gyula nevéhez fűződik, igen. Addigra már volt egy edzőváltás. Szabó Edina ráadásul. Így van, így van, az Edinával csináltuk ezt végig. Hát én addigra már nagyjából azért a nagyon rutinrókák közé tartoztam a felsorolt fiatal játékosok mellett. Ez egyébként, már sokszor mondtam, hogy ugye 3 EHF győzelemben vehettem részt, nekem ez az egyik legkedvesebb. Tehát pont azért, mert jó játékosok, de alapvetően sokkal kisebb rutinnal, úgy összességében mégis csapatként a Győr az egy sokkal erősebb gárda volt. Hát, hogyha abban az évben tisztel játszottunk volna velük, akkor valószínűleg pont 9-szer kikaptunk volna. Ez az EHF győzelem, ez egy nagyon-nagyon egyrészt szerencsés, másrészt meg óriási meló, mint általában egyébként a sportban mindegyikkel. Nyilván az Edina habitusa, ahogy belevitt minket ebbe a döntőbe, az első mérkőzés, ugye a -6 gól, hogy abból mi hogyan szálltunk le a buszról, amikor hazaértünk, én azt sose fogom elfelejteni. Tehát nekem az valahol így beégett ide hátra, hogy Edina úgy engedett haza minket, buszról leszállva, hogy figyeljetek csajok, most itt van ez az első mérkőzés, van egy hetünk, úgy készülni ez alatt a hét alatt, hogy igen, meg tudjuk csinálni, és így menni minden nap edzésre, az ugyanaz a befektetett energia, mintha az mondjuk, hogy hát itt nekünk hello, 6-tal kikaptunk, jönnek. De hogy teljesen más a hatása, ha én úgy állok bele, hogy meg tudom csinálni, abból még lehet valami. És az Edina az tényleg egész héten, pedig aztán, ha itt tudnák a nagy közönség, hogy mi nem tudtunk bemenni a jégpályára, esett az eső, beázott a csarnok, volt áterv, véterv, hol edzünk, mit csinálunk, várpalotán ment, mindenhol edzettünk. És minden ellenére végig ott volt a fejünkben, hogy
Igenis, miért ne tudnánk megcsinálni? És megcsináltátok. Úgyhogy ez egy kis csodacsapat nekem. Aztán jött egy súlyos sérülés, és abba kellett hagynod. Az egyértelmű volt, hogy továbbra is a kézilabdában képzeled el a jövődet? Nagyjából. Igazából persze jó lett volna megúszni ezt a keresztalak sérülést, de valahol ez így hiszek a sorsba, hogy utolsó évemre készültem, tehát én megbeszéltem a klubbal, hogy utána már ugye szerettem volna egy családot alapítani, és akkor Újváros ellen érne, tehát ahol nagyjából elkezdtem a profi karrieremet, és ahol aztán befejeztem, viszont a sérülés után már nem tértem vissza. Valahol így az az újvárosi sztori, ez így keretbe foglalta nekem a pályafutásomat. Nyilván miután megsérültem, az Edina mondta, hogy szeretné, hogyha a másodedzője lennék. Aztán ez így is lett, de hát nyilván ezek ilyen, az edzői létben azért benne van az, hogy a pad mozog alattunk, ez Edina kivált, új edző érkezett, akkor én nekem változott a klubban a státuszom. Az elején nem is akartam egyébként edző lenni, hogy ha őszinte akarok lenni. Tehát jó, imádom a kézilabdát, de nem éreztem azt, hogy nekem ezt így mindenképpen edzői létben kell folytatnom. Aztán, de aztán az valahogy... eleve elrendelés volt. Én közben, hát nem tudom, mert amikor hazajöttem Fehérvárra, akkor ugye angol kommunikációs szakra mentem. Tehát én így próbáltam másfele nyitni lehetőségeket, de aztán csak beragadtam így a kézilabdapálya mellett, amit aztán nem bánok. Hát nyilván a sérülésem után fejeztem be a szakedzőit, illetve akkor csináltam meg a sulit. Most csinálom az A-képzést, a mesteredzőit, tehát valószínűleg ez már örökös maradt, hogy a pálya mellett leszek, de igazából tényleg most már ebbe az utóbbi 10-12 évben, amióta edzősködöm bármilyen másodedzői vagy vezetőedző pozícióban, úgy szépen alakulok, hogy mi az, amit szeretnék adni, mutatni a különböző korosztályoknak, mire van képességem és kapacitásom, ez is ugyanúgy formálódik és alakul, mint mondjuk az újvárosi történetünk anno. Válogatott. A szövetségi kapitányt segíteni, én azt gondolom, mindig kell egy nő a csapatba, tehát olyan jó csapatot én még nem ismertem, női kézilabda csapatot sem, ahol nem bábáskodik a csapat mellett egy hölgy, aki ráadásul rendkívül rutinnal rendelkezik, és az edzői pályán is bizonyított már. Milyen a válogatott szint ma Magyarországon? Hiszen nagyon sok minden változott, tudjuk jól. Abszolút. Hát azt szerintem mindenképpen pozitív, hogy az olimpián ott tudott lenni a női válogatott, hiszen két verseny kimaradt. Az úgy fájó pont volt, azt hiszem, mindenkinek. Az, hogy maga az olimpiai szereplésünk, az is egy picit, voltak jó meccsek, kevésbé jó meccsek, de összességében azt hiszem, hogy örülhetünk, hogy ezt az eredményt így elértük. Az a kérdés számomra, és most nyilván az edzői létem az, ami megszólal, hogy hogyan tudjuk mi ezt biztosítani, hogyan tudunk generációkat nevelni, hiszen egy játékosnak az, hogy felnőtt válogatott olimpiára kerüljön, az mondjuk minimum 12-14 év meló, és hogy ehhez mi tudjuk biztosítani a versenyeztetését. Nekem ugye mindig vannak párhuzamok vagy visszacsatolások, de mondjuk amikor Dániába mentem az olimpia után, akkor nagyon-nagyon sok külföldi játékos áramlott az országba. Ergo a dán válogatott játékosok csücsültek a padon minimális játék lehetőséggel. Amiből lett persze az, hogy azért a 2000-es olimpia után nagyjából nem sok érem termett a dán női válogatottnak. Most egy picit én látom a párhuzamot, hogy viszonylag sok külföldi van Magyarországon, top csapatokban abszolút. Kevés játék lehetőséget kapnak a magyar válogatott játékosok, akiknek aztán meg kéne tudni valósulni a pályán válogatott színekben, de miből?
valahol nincs arányban, legalábbis az én olvasatomban ez az egész. Én nagyon remélem, hogy megtaláljuk azt az ideális egyensúlyt, amire azt mondjuk, hogy oké, top csapat, mindenképpen BL-t akar, akkor toljuk meg külföldiekkel, mert vannak hiányposztok, ahol még nincsen megfelelő magyar játékos, de valahol meg kéne erősíteni azt, hogy igenis magas színvonalon ott tudjanak rengeteg meccsélménnyel, játékidővel a magyar játékosok folyamatosan edződni és terhelődni ahhoz, hogy válogatott szinten meg tudja oldani világversenyen a feladatát. A junior csapatunk tagjai meg is érdemelnék, hogy azt a sikert is elérhessétek, amit annak idején ti megtettetek, tehát Klujber Katrin és generációja előtt remélem, hogy nyitva áll az út. Én pedig köszönöm szépen, és ugyanilyen mosolygós, boldogságos Siti Beát szeretnénk látni majd a kispadon, és hát mindenütt az életben is. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Nagyon szépen köszönöm. A kispadot nem ígérem, hogy mindig mosolygok, de igyekezni fogok. Legyen úgy. Kedves nézőink, Siti Bea volt a vendégem. Visszatekintünkben köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!